Na, mint jó horizontális szervezet természetesen mi sem tudtuk eldönteni, hogy ki beszél, meg miért egy valaki beszéljen, meg kettő. Hadd mutassam be kedves barátainkat, Petra, te nem akarsz jönni? Akikkel együtt az Occupy Londonnal aktivistáskodunk. Én is kiveszem ezt a mikrofont, mert most már mobilitás kell nekünk. Tehát arról szól ez a kis megnyilvánulás, amit itt most teszünk, mi magyar aktivisták, magyar Occupy aktivisták, akik Londonban is tevékenykedünk, tehát mi az Occupy magyarországi aktivistái is vagyunk, és Occupy London aktivisták is. Úgyhogy mi is itt öten vagyunk az Occupy Londontól, és gyönyörű volt. Ezt már több országban láttuk megtörténni, de ilyen szépen és magyarul még sosem hallottuk megfogalmazódni ezeket a dolgokat. Nekem most erről, amit mondtál a határokról, jut eszembe egy-két rövid gondolat. Amikor az az állam, vagy az a hazaképzet, amely szerint ma élünk, itt Magyarországon megszületett, az a reformkortól eredezteti magát. Ez egy önkényes történészi megközelítés, amelyben a reformkor első nagy mondata, jelszavaink valának haza és haladás. Igen ám, csak hogy ez már egy kompromisszum volt a monarchia alatt, hogy majd mi szépen csendben építkezünk, és attól nyúl a haza. De volt egy kicsivel régebbi, ha úgy tűnik radikálisabb, annyira régebbi, hogy képzeljétek, még nem is magyarul hangzott el, hanem latinul, pro patre et libertate. A hazáért és a szabadságért. Hogyan függ ez együtt? Hogyan szükségszerű, hogy a hazafiasság egyben találkozzon a szabadság áhításával, állításával és óhajtásával? Mit jelent nekem ma fiatal, földlakó, az emberfaj egyedének a haza? Őszinte leszek. Nekem már nem csak a Kárpát-medence, vagy éppen valamelyik politikusok által összeszabtalt tájegységhez van viszonyom, mint a hazámhoz. Nekem hazám az az Isztambul, ahol hozzátok hasonló aktivisták emelik fel a szavukat erőszakmentesen és békésen az elnyomás és a zsarnokság ellen. Nekem hazám az az Amazonas, ami a levegőmet adja lélegezni, és amit ipari érdekekből elárasztanak a fenébe, szóval készüljetek srácok a tüdőrákra, mert attól egyébként az egyenruha sem vét meg. Nekem hazám az a kínai gyár, ahol kínai gyerekeket rabszolgasorban dolgoztatnak azért, hogy nekünk olcsó legyen a cipőnk. Mert nekem hazám a föld. És nekem felelősségem az egészért van. De felelősségem csak egyetlen esetben lehet, ezt már a középkori teológusok is megfogalmazták, ha van szabad akaratom. És ezért, ahhoz, hogy bármiféle hazafi lehessek ezen a bolygón, nekem jog kell a szabadságra, jog kell a véleményformálásra, nekem jog kell ahhoz, hogy petíciókkal bombázhassam egy demokrácia minisztériumát. Már ha még egy demokráciát a minisztériumok és pártok tesznek azzal, és nem éppen úgy rombolják le, mint Athénban és Rómában. Szóval az én hazámon lehet, hogy egy másik globális államforma lesz 10 év múlva, amit közvetlen demokráciának hívnak. 150 évvel ezelőtt hatalmas forradalom volt az a korai informatikai viszonyok között. Az, hogy 4 évente szavazhatsz. Ma már spam szűrőt kell felraknom a gépemre, hogy naponta 50-szer ne szavaztassanak meg a szappanyunkról. Erre mondják, hogy ez a régi államforma meghaladottá vált technológiailag. Nosza, leféljünk, cseréljük le újra, jobbra, cseréljük le értelmesen, békésen, egymás megbecsülve. Gyönyörű gondolatok, Robi. Most viszont beszéljünk a vízről. Ugye nemrég történt ez a kis incidens, hogy Ózdon elzárták a csapokat. Tehát nem, hogy elzárták, hanem leszűkítették, úgyhogy folyamatosan csordogált, tehát igazából veszteség keletkezett. Folyamatosan pazarolódott az a víz, amit nem is lehetett használni arra, hogy igyanak belőle az emberek. Igen, Nestlé kínál nekünk egy megoldást.
ők már vigyáznak a vízre. Ez nemrég hangzott el a szájukból, hogy a víz többé nem alapvető emberi jog. Te nem kapod meg azt a annyi jogon. Majd ők vigyáznak rá, mert az ilyen kis törékeny, az megromlik. Ők majd adnak annyit, amennyire szükséged van. Ez, ami most elindult a világban velünk együtt azzal, hogy mi horizontálisan szerveződünk a bolygón. Ezt mondhatnánk ellenségképnek, de igazából ez is olyan csak, mint a rák. Tehát nem tudunk rákra se lőni pisztollyal, mert nem nagyon fog tőle változni semmi. Ezt nekünk kell belülről megváltoztatni, mindahol vagyunk összekapcsolódva. Ebben fogunk segíteni itthon is, mielőtt visszamegyünk Londonban, itt hagyunk egy keresztszolidaritási platformot, egy online olyan platformot, ahol mindenki tud szépen szerveződni, kapcsolódni, akciókat szervezni, és még mi egyéb kerülhet rá bármi, amit az emberek kívánnak. Már elkezdtük csinálni az oldalt, nem sokára felüljük. A webcímet azt el tudom árulni, együtt egymásért, mert ezt is megszavaztattuk, és ez győzött. Ilyen a közvetlen demokrácia. Együttegymásért.net16.net. Azért van ilyen furcsa címe, mert már bepróbálkozott a múltkor valami bácsi egy szervezettől, amit megkérdeztünk, hogy ez most párt, vagy nem vagyunk, de majd leszünk. Vagy ők adtak volna nekünk tárhelyet, de hát mi ezt nem kértük. Úgyhogy kiválasztottunk egy ingyenes tárhelyet, aminek ilyen vicces neve van, de ennyi belefér. Mert ez a miénk, ez semleges, ingyen van, az is ingyen csinálja, aki az oldalt szerkeszti. Ő is ilyen szép maszkot szokott hordani, amikor dolgozik. Úgyhogy azt szépen itt hagyjuk nektek, hogy használjuk. Azt föl fogjuk csatlakoztatni majd egy nemzetközi szintre, az aki szeretne ebben részt venni, az jöjjön ki hozzánk bármikor Londonban, nagyon szívesen látjuk. Kaja van, fedél van, mert azt foglalunk középületeket, úgyhogy mindig van hol lakni és dolgozni. Az ottani közösségek most már szeretnek minket, és mint a szellemírtókat szoktak hívni, hogyha bezárnak egy iskolát, és Tesco-t akarnak a helyére rakni. Úgyhogy ott már megváltozott a státuszunk a város közepén ugrabugráló hippi terroristákból és városi mutatványosokból átvedlettünk ilyen zserélyhartosokká, akiket oda rendelnek, ahol éppen baj van, ott megtanítjuk az embereket szerveződni. Köszönjük szépen! Ővék is az érdem, és a szó demobát. We become Jedi warriors from being hippie terrorists. So now they're calling us like Ghostbusters. If there's a community in danger, and then we go there and do as much as we can to help them organize. Is that true? This is true. Yes. Tanulva rá itt, hogy ez megtörtént. A BBC-nek a videói között meg lehet nézni egyébként a könyvtárat, amit nemrég mentettünk meg. Ez volt az első épület, amit nem csak elhagytunk, hanem egyszerűen átadtuk a helyi közösségnek. Egyébként ezt a könyvtárat tavaly áprilisban zárta be a Barnetti, észak-londoni Barnetti önkormányzat, hogy majd ott épít valami Tesco-t vagy valami szép szupermarketet. Ez volt az egyetlen könyvtára annak a környéknek, és harcoltak érte, de nem tudták, hogy mi nekünk meg ez a szakmánk, nagyjából már 2,5 évvel ugrálunk, és ezt gyakoroljuk. Megtanítottuk őket szerveződni, sarokba szorítottuk az önkormányzatosokat, végül vissza lehetett nyitni a könyvtárat, odaadtuk a kulcsot BBC kamerák előtt a helyi közösségnek, akik azóta működtetik, nyitva van, és 25 000 fontot ad az az önkormányzat nekik évente, aki be akart bezáratta és le akarta bontatni az épületet. Úgyhogy ez egy nagy előrehaladás volt, azóta most már nem hisznek minket terroristáknak, és mindenféle macska erőszakoló gyerekeket heroinos tűvel telenyomkodó embernek. Úgyhogy ezt szeretnék, hogy itt is, ugye hát már előtte, mielőtt csináltunk valamit, már megjelent, hogy szélsőségek fognak ide csoportosulni. Azaz meg fogjuk ünnepelni szerintem mind az öten, hogy most már előléptünk, két országban tituláltak minket nemzeti szélsőségnek. Nem tudom, hogy ez fizikailag hogy lehetséges. Most már ki kéne váltani szerintem egy nemzetközi terrorista engedélyre, mert két országban nemzeti szélsőségnek tenni nem rossz. Főleg nekik, ők még nem is tudnak magyarul, de mégis szájukra vette őket a magyar nemzet online. Úgyhogy én ennyit szerettem volna egyelőre. Valaki még? Te verset, Petra, valamit? Petra mellesleg költő, úgyhogy most hasznát veszük neki is. Hm?
Rapszódia az utolsó hős nyomán. Menetel az utolsó hős hidakon és messzi tájakon át. Mellette elhaladnak a nép új fegyverei. Ilyenkorról nem akar odanézni, nehogy összetörjön oroszlán szíve. Menetel az utolsó hős házak mellett hidakon át. Ajkán régi melankóliák. Felnőtt testvéreit látván könnyek morzsol, de azért megy tovább. Menetel az utolsó hős korokon és nézeteken át. Megszokta már minden ország változatlan arcát. Keresztek az út mentén ijeszti már a hullákból kitörő áhítat. Menetel az utolsó hős, arcán látod, rendületlen a bánat, mert a lába már fáj, térde össze-vissza törik, s ha őt majd a sivatag homok jellepi, nem tudni, lesz-e hőse még a világnak. Ennyi. Köszönjük szépen. Örülök, hogy itt lehettünk, mindannyian örülünk, és erről álmodtunk, hogy ezt hozzuk össze, ezért jöttünk haza, és sikerült.